Na szervusztok gyerekek, itt vagyunk egy újabb videóban, és hát hajnali 6 óra van mögöttem a szálva kocsiszínben, már réges-rég elkezdődött az élet, és megyünk Debrecenbe, jó korán kell indulni, hiszen minél több időnk legyen videózni és megnézni minden jót. Voltunk már Debrecenbe, de azért hagyott kívánni valót az a videó, olyan szempontból, hogy kevés időm volt akkor, ez ma nem így lesz, és ebben a videóban megnézzük az MD motot, ami Debrecenben átcsorog, és hát sajnos nem a legjobb állapotban. Megérkeztünk Debrecenbe, és hát hatalmas szerencsénk van, hiszen az egyetlen egy darab elkészült csuklós BZ áll itt előttünk. Úgyhogy fel fogjuk venni, hogy elhalad, mert mindjárt indulni fog. Tájékoztatjuk kedves utasainkat, hogy vezetőképpen munkák miatt módosított menetrend van érvényben. Vegyes körintercizi vonatok Nyíregyházáig járnak, itt csak Budapest keleti Nyíregyháza, illetve Nyíregyháza Budapest nyugati viszonylatokban közlekednek. Kérjük, hogy a menetrendi változásokról az utazásukat megelőzően tájékozódjanak. Az okozott kellemetlenségekért szíves megértésüket kérjük. Személyvonat indul 9 óra 10 perckor Nyírbátor, Mátészalkán át Fehérgyarmatra a harmadik vágányról. Ezt is sikerült kifogni, srácok. Hát ez egy óriási szerencse volt igazából. Ugye most Tiszelőkre ment. Nem volt most célom vele utazni igazából. Ugye eleve nem is számítottam rá, hogy itt lesz. Most az MD-motot indultam el felkutatni. Hát egyébként egy nagyon szomorú dolog, 2005-ben született meg ez a prototípus, máig egyébként nem született belőle újabb, és hát valószínűleg nem is nagyon fog, viszont alapvetően egy tök jó projekt lett volna, hiszen ha már új ilyen mellékvonali gépeket nem tudunk vásárolni, akkor legalább a meglévőkből lehetett volna ilyen ügyeskedésekkel valamelyest modernizálni a járműparkot. Egyébként belül azt kell elképzelnetek, hogy egy az egyben olyan, mint egy Desiro, tehát ugyanazok az ülések kerültek bele. Na, de menjünk az MD-mothoz. Hamarosan megközelítjük az MD-motot. Egyébként itt van félre hányva szegényke. A régi 108-as és 109-es vonalnak a régi nyomvonalán. MD-motról azt kell tudni, hogy 1960-ban gondoltak egy nagyot, ekkora mellékvonalakon még jelentőségben gőzösök szolgáltak, és szerették volna modernizálni a mellékvonali gépparkot, és így született meg 1970 és 75 között az MD-mot, amit a Ganzmávag gyártott. Egyébként 2005-től kezdték el selejtezni azt a 42 darabból álló flottát, ami megszületett belőle, és 2010-ben végére is értek, ekkor eltűntek teljesen. Egyébként nem csak mellékvonalakra használták, hiszen rájöttek arra, hogy remekül bírja, és még teherforgalomba is szerepet játszott. Egyébként nálunk, az én közelemben a Lajos Mizseire emlékszem, ahol ilyen MD-motot lehetett látni. Én nagyon másra nem emlékszem. Még fiatal voltam, és ugye nem volt az a nagy szabadság, hogy egyedül jobbra-balra mászkálhatok, úgyhogy nálunk a közelben ugye a Lajos Mizsein voltak ilyenek. Nem tudom, hogy az Esztergomin szolgáltak-e, ugye ez jó ideig villamosítatlan volt. Ezt megmondom őszintén, hogy ezt nem tudom. A BZ-kre ott emlékszem, meg Uzsdira is emlékszem, de hogy MD-mot volt-e, azt nem tudom pontosan. És egy szegényke itt várja, hogy valamelyest jobb sorsa legyen majd, és reméljük, hogy lesz is. És konkrétan ez a vágánya, régi nyomvonal vágánya tudtommal. Hát szegény össze van firkálva, és nem a legjobb állapotban díszeleg itt. Kis szélére elnézést kérek. Ez egy debreceni gép volt egyébként. Azt hiszem, hogy Balmazújváros fele búcsúztatták, tehát azon a vonalon búcsúztatták itt az MD-motot. Arról, mintha láttam volna egy ilyen búcsúztató videót. Hát nem volt korszerű, és igazából ez megint csak azt lehet mondani, benéztek a vezetőállásba. Szóval azt lehet mondani, hogy teljes mértékben érthető volt ennek a selejtezése, attól függetlenül egy ikonikus példánya volt a magyar vasútnak,
és biztosan, hogy a nálam idősebbek, de szerintem még a velem egykorúaknak is sokat jelent, megjelentett. Nekem mondom, annyiban kimerült a velem való kapcsolatom, hogy a Lajos Mizsényi láttam őt, vagy őket szaladgálni. De szép nagyon, tehát ez egy gyönyörű, gyönyörű szép mozdony. Elképesztő. Hát nem ebben az állapotban, de alapvetően gyönyörű szép. Hát örülök, hogy ezt is sikerült megnéznem veletek, mert hogy a múltkor, mikor erre jártam, akkor én erről nem tudtam, és egyszer csak mikor megyek hazafele az Intercityn, nézek ki, bambulok ki a fejemből, és akkor láttam meg. Ó, közben meg egy klasszik Ikarus, de azt még lesz időnk fotózgatni, videózgatni itt Debrecenbe. A másik oldalról pedig ilyen. Itt nem nagyon járom körbe, mert le vannak ide pakolva a talpfák. No, hát igazából ennyi lett volna ez a kis videó. Természetesen Debrecenből nem ez az utolsó videóm, de talán ez volt a fő téma, amiért eljöttem. És hát belejött egy csuklós bézi, ami sose baj. Egyébként ilyen MD motot több helyen lehet látni az országban. Szegeden is van tudtommal, csak ott mondjuk eldugott helyen, Szentesen is, és hát a Vasi Történeti Parkban is van, sőt a hétvégén mozgásban is volt. Sajnos nem sikerült elcsípnem. Nem tudom, milyen oka, tehát mi volt az oka annak, hogy mozgásba hozták. De a lényeg az, hogy én nagyon-nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és remélem találkozunk legközelebb is. Most innen megköszönöm a figyelmet Debrecenből még egyszer. Sziasztok!